a választási eredményekről a következő percekben Fábián Gergely szociológussal beszélgetek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Beszéljünk mindjárt akkor itt a viszonylag magas részvételi arányról. Utoljára talán 2002-ben volt ennyire magas részvételi vagy szavazási hajlandóság Magyarországon. Mind múlik? Mi az, ami ilyen mértékben meg tudja szólítani az állampolgárokat egy választás kapcsán? Ez így van, valóban a 2002-es adatokhoz hasonlít. Én azt szoktam mondani, hogy azért annyira nagyon nem érdemes összehasonlítani, inkább a 4 évvel ezelőttihez érdemes mérni, mert akkor még kétfordulós rendszerben zajlott a választás, és ott nagyon nehéz megítélni, hogy akkor mi minek a százaléka. Gondoljunk arra, hogy lemegy egy első forduló, akkor már vannak olyan választókörzetek, ahol van végeredmény, tehát ahol már nem kellett második fordulót rendezni, és akkor nyilvánvalóan már nem annyi szavazóról beszélünk, mint akiknek el kellett indulni. Tehát ugrásszerűen megnőtt a 4 évvel ezelőttihez képest a hajlandóság, és ugye ez nagyjából két dologra lehet visszavezetni. Az egyik, amikor egy kampányról beszélünk, akkor minden párt arra törekszik, hogy két célcsoportot próbáljon meg megszólítani a kampány során. Az egyik, hogy mozgósítsa a saját szavazó bázisát, a másik, hogy korábbi közvéleménykutatásokból lehet mindig tudni, hogy a bizonytalanoknak az aránya, aki nem is biztos, hogy elmegy, vagy ha elmegy, még nem tudja megmondani, hogy kire akar szavazni, tehát nem tud pártot választani. Azért az Magyarországon általában 30-40% között mozog, attól függ, milyen időszakot vizsgálunk, és ugye ez a bizonytalanoknak ez a nagy tömegét is egy kampányban nyilván meg kell tudni szólítani. És most úgy néz ki, hogy a Fidesznek ez jobban sikerült, mint az ellenzéki pártoknak. Ráadásul úgy, hogy ebben a mozgósításban sokkal jobban el tudták érni, és érvényes üzeneteket tudtak küldeni a vidéki Magyarországnak. Vidéki Magyarország alatt most azt kell érteni, hogy inkább a kisebb települések, tehát a községekben, falvakban lehetett látni az, hogy aktivizálódtak jobban a választók. Ezt egyrészt az adatok is jól mutatják. Másrészt meg sokfelől lehet hallani azt, hogy vannak meglepetések, valóban vannak meglepetések az eredményekben, de ha valaki visszakeresgél egy kicsit az interneten, akkor a választások előtt egy héttel publikált egy nagyobb méretű kutatást a Medián, és a Medián az egy mindig mérvadó közvéleménykutató cég volt. Három tanulsága volt annak a felmérésnek. Egyrészt, hogy a Fidesz fölényesen fog győzni, illetve nagy valószínűséggel meg lesz a kétharmad. A másik, hogy a Fidesz tud jobban mozgósítani, ráadásul úgy, és ugye mondom, ez egy héttel a választások előtt került kiadásra, hogy főleg a kis településeken értek el olyan eredményt a Fidesz aktivisták, vagy egyetlen Fidesz politikusai, ahol 51-nehány százalékról 60-valahány százalékra nőtt azoknak az aránya, akik úgy nyilatkoztak ebben a felmérésben, hogy biztosan el fognak menni, és a Fideszre fognak szavazni. Mindemellett azért nagyon sok sajtóorgánumban lehetett azt olvasni, hallani, és a nemzetközi sajtóban is, hogy a magas részvételi arány az inkább a kormányváltóknak fog kedvezni. Nem ez igazolódott. Ők vajon mire alapozták azt, amit mondtak? Azért, mert hogyha visszanézzük az elmúlt durván mondjuk 20 évet, és előfordult esetleg ilyen típusú eset, egy magas részvételi arány, akkor az volt a tapasztalat, hangsúlyozom, ez nem mindig tudományos tapasztalat, inkább mondjuk úgy politikai tapasztalat, hogy az mindig az ellenzéknek kedvez. Tehát eddig azt láttuk, és hosszú ideig másképp nem is tudta volna magyarázni az ember, hogy akkor az ellenzék jobban tudja. Tehát, hogy mondjuk a kormánypárt, és most ha visszaugrunk mondjuk a 90-es évekre, mert ott is lehetett látni ilyen tapasztalatokat, tulajdonképpen a Fidesz váltotta az MSZP-t, az MSZP váltotta a Fidesz, tehát volt két váltó párt Magyarországon, akkor mindig azt lehetett tapasztalni, hogy aki éppen ellenzékben van, azt tudott jobban mozgósítani. Mi az, ami miatt most a papírforma, vagy az általános szabály itt Magyarországon igen, nem működött? Úgy gondolom, hogy egyik oldalról a Fidesz a kampányát azt egy témára építette fel, és egy témáról beszélt végig. Az ellenzék pedig nagyon sokféle témába gondolkodott, nagyon sok témát dobott be a köztudatba, amiben aztán már nagyon nehéz volt eligazodni a választópolgároknak, ez az egyik. A másik, hogy bizonytalan helyzetbe hozták a választóikat azzal, hogy hát én hadd fogalmazzak úgy, hogy talán a Jobbik
pártoktól eltekintve, a többi párt az olyan, mára-már olyan nagyvárosi párt lett. Tehát nem ismerik a vidéket, nem ismerik a vidéki embereket, nem ismerik igazából az ő életüket, gondolkodásukat, életmódjukat. Tehát ott nem tudtak igazából, sok helyen mondjuk az MSZP párbeszédnek nem is volt egyéni jelöltje. Tehát hogyha járkált az ember össze-vissza Magyarországon, akkor mondjuk látott egyéni jelölt plakátokat kisfalvakban és a Fidesz részéről, a Jobbik részéről, MSZP részéről legfeljebb olyan központi nagy plakátokat lehetett látni, amik máshol is voltak. Tehát nem nagyon ismerik a vidéknek a gondjait, problémáit, inkább egy kicsit nagyvárosi lehet. Másrészt úgy gondolom, egy kicsit össze is zavarták az embereket ezzel a visszalépés, és akkor hogyan kellene együttműködni, és jól látható módon ez a választási matek, ez nem igazából működött. Egy-két helyen igen, tehát lehet látni Budapesten két olyan körzetet, ahol a visszalépések hatására végül is a választók azok úgy döntöttek, hogy ellenzéki jelöltet preferálnak, de ha megnézzünk más választókerületeket, függetlenül attól, hogy most mindet nem volt még ideje az embernek végignézni, ez vidéken nem működik. Mert Baranyában volt talán egy független. Ott volt, így van, egy ilyen, de ha megnézzünk, nagyon sok választókerületben a fideszes jelölt, ugye, és most csak az egyéni választókerületekről beszélünk, mondjuk 61-60-valahány százaléka győzött. Hát ott még matematikailag se fog kijönni, hogy ha az ellenzék ott mindenki javára visszalép, hogy ott egyáltalán tudjon győzni. Másrészt ugye ez a matekozás ez még azt feltételezte, hogyha mi azt mondjuk, hogy X, Z, Y visszalép, tessék rászavazni, akkor a választók majd ezt automatikusan lekövetik, és automatikusan oda fognak szavazni. De ez igazából nem működött, és erre már előzőleg is mutattak hát bizonyos fokú problémát a felmérések, mert abból nagyjából azt lehetett kiolvasni, hogy még a baloldali szavazók nagy valószínűséggel hajlandóak lennének átszavazni, nem mindenki, átszavazni a jobbikos jelöltre, a jobbik szavazói viszont nagyon nem fognak átszavazni a baloldali jelöltre. A következő kérdésem lett volna az, hogy a Jobbik vajon miért nem tudta hozni azokat a közvéleménykutatási várható eredményeket, ilyen 30% körül itt is olvastam, ehhez képest 19,5 körül valamennyi. Vajon miért nem sikerült hozni a valóságban ezt a 31%? Ez egy jó kérdés. Én csak arra tudok gondolni, hogy a Jobbik elindult annak idején, mint egy szélső jobboldali radikális párt. És ugye az elmúlt 2-3 év azzal telt, hogy megpróbálták belovírozni magukat középre, tehát egy kicsit mérsékeltebb politikát vinni, egyfajta centrumpárt, ha tetszik, egy kicsit néppárt típusú szervezetté próbáltak válni. Ez egyébként már korábban is komoly vitákat váltott ki a párton belül, tehát a radikálisabb szavazók ezt nagyon nem támogatták, és nagyon nem tetszett nekik. És itt valószínűleg az történhetett, hogy nagyon sok jobbikos szavazó, mert nagyjából egyébként, hát megismételték a 4 évvel ezelőtti eredményüket már, ami azt jelenti, hogy hány szavazójuk volt, ez olyan durván 1 millió körül lehet számolni, és végül is a második helyre befutottak, és a második legnagyobb párt lesz a magyar parlamentben. Csak ugye ez nem kompatibilis azzal a céllal, amit a pártvezetés kitűzött. A pártvezetés abban gondolkodott, hogy váltópártá váljanak, ahhoz viszont sokkal jobb eredményeket kellett volna elérni. Tehát nagy valószínűséggel ez a fajta középre húzás, hogy ez az újfajta taktika, ez abba az irányba hatott, hogy sokan nem a Jobbikra szavaztak, akik esetleg korábban támogatták tehát volna a radikálisan. Tehát inkább cserélődött az ő választó. Ez így van, és még azt is lehetem képzelni, hogy sok körzetben esetleg a fideszes jelöltet támogatták inkább korábbi jobbikos szavazók. Ez most egyenlően csak egy hipotézis nyilvánvalóan, mert ehhez végig kell nézni és összehasonlítani az adatbázisokat. Hát tudnánk még erről bőven beszélgetni, de sajnos lejárt az időnk. Fábián Gergely, köszönjük, hogy vendégünk volt ma este. Köszönöm én is.